Hello, hello, sziasztok! Most egy elfogytak videóval jöttem nektek. A novemberi hónap elfogytak termékeit szeretném nektek megmutatni. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem! Nos! Kezdjünk először is itt a legnagyobb dologgal, vagy a legnagyobb, igen, dolog. Ez nem más, mint egy Persil mosógél. Na most lepődtek meg azok, akik azt hitték, hogy csak az én általam készített mosószappannal mosok, mert nem, de akik fel vannak iratkozva, és már nézték több videómat, azok viszont tudják, hogy egy éven egyszer szoktam venni ilyet. Vagy Persilt, vagy Arielt, ami kimondottan fehér, meg van egy színes ruhákra, de az már elfogyott, színes ruhákra valót is. Ezt körülbelül, hát nem írtam rá, hogy mikor kezdtem meg, de szerintem ilyen május, június körül kezdhettem meg talán, és most fogyott el, hát ez már egy kis felhígított valami, ami benne van. Úgyhogy szoktam venni, hogy így átfrissítem vele a fehér ruhákat, de amúgy nem mindig ezt használtam. Hát mikor, hogy volt kedvem. Én nagyon szeretem egyébként a Persilt, mert úgy gondolom, hogy jó minőségű. Én nálam legalábbis úgy bizonyult, hogy jó minőségű. Aztán most ez elfogyott, most nem fogok venni megint ilyen hagyományos mosószert, hanem mosom tovább az én kis mosó gélemmel a ruhákat, csak a fehérekhez fogok tenni plusz adalékot, például ilyen extra fehérítőt, vagy szódabikarbónát, vagy valami hasonlót. És akkor teljesen megteszi. Aztán majd megint, hogyha jön a tavasz, jön a nagy takarítás, vagy a függönyöket átmosni, vagy bármi, így majd tavasz-nyár környékén majd lehet, hogy megint veszek egy ilyet, aztán majd lesz vele valami, majd elfogy, úgyhogy így körülbelül egy olyan fél évig kitartott, aztán most majd használom a másikat, úgyhogy egyébként én szeretem. Na, akkor ami még fürdőszoba és ilyen vegyi dolognak mondható, úgymond, az kettő darab mosóparfüm fogyott el a Herbótól, az egyik a Princess, a másik a Summer Rain, mind a kettőt nagyon szeretem, a Princess talán egy picit most úgy jobban, ez rózsa, ez pedig kamilla illat. Most is azt hiszem, hogy egy ilyen van megkezdve. Úgyhogy szeretem őket. Kellemes illatuk van a ruháknak. Tudom, hogy nem egy olyan nagyon, hogy is mondjam, csak kémiai, vegyi anyag, egy nem annyira nagyon ártalmas a környezetre és az egészségünkre. Úgyhogy szeretem őket használni. Rosszmanba szoktam általában őket bevásárolni, vagy ilyen öko-bio boltokba, mit tudom én. Szét lehet nézni, herbáriába is lehet kapni több-több helyen. Akkor, ami még, ezt mondjuk már konyha, elfogyott egy ilyen jár citromos. Nagyon sokféle mosogatót használtam, a Denkmit-eset is, a DMS-et, és jónak bizonyult, viszont vannak olyan szennyeződések, mert én egyébként sokat mosogatok kézzel is. Hiába van mosogatógépünk, például vannak ezek a fémedények, ezek a rozsdamentes acéledények, amiknek üveg a fedelük. Azokat én nem szoktam a gépbe betenni, mert nekem, ami volt egy garnitúra ezekből az edényekből, mindegyiknek tönkretette a kupakját. Tehát a kupakja alá valahogy mindig bent maradt a víz, és egy idő után az ott szétrosdált, és ott leesett, letört, és szétment, és fú, nagyon gáz volt. Úgyhogy én a fedőket, és most is, hogy oda nézek a csöpögtetőre, három darab fedőm van odaállítva, meg a vágódeszkát, ugye akkor a fakanalakat sem szoktam általában, nem mindig elmosogatni. Van egy-két olyan kényesebb darab, amit nem szeretek betenni a mosogatógépbe, meg ami nem is bírja, mert nyilván ugye nem mindent lehet ám betenni a gépbe. Úgyhogy én sokat mosogatok kézzel is, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért ez a jár, csak jár. Tehát vannak olyan szennyeződések, amit a másikkal nem tudtam olyan hatékonyan eltávolítani, úgyhogy
gyanús, hogy ha nem jön valami átütő alternatíva, akkor én, hogyha lesz megint valahol akcióba, akkor fogok venni megint járt, és nem a környezet kímélőt, nem a környezetbarát változatot, mert csak szívok vele. Amikor tényleg oda kerülök, hogy egy bizonyos fajta szennyeződést, egy zsírosabb edénynél, vagy valamit el kell távolítani, nem mindegyik volt kellőképpen hatékony. Jó, és akkor ami még, hova lett? Itt van, elbújt. Konyha, ez a Finishnek a zöld, ez a környezetbarát kapszulája, mosogatógép kapszulája. Én amúgy teljesen meg vagyok vele elégedve, igazából elmosogat. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy végzi a dolgát. Tehát elmosogat, bár szerintem a mosogatógéptől is függ, hogy mosogat el. Tehát hiába teszünk mi bele akármilyen csúcsszuper mosogatógép tabletát, ha vacak a mosogatógépünk, és nem olyan hatékonyan dolgozik, akkor nem fogja normálisan elmosogatni az edényeket, szerintem. Úgyhogy én ezt használtam el legutóbb, most nem is tudom, hogy melyik van felbontva. Finish van, azt hiszem, csak nem ez a fajta, hanem a sima, a kék. Na, ezt pedig mindig a glamour napokon veszem meg. Mindig ott szoktam megvenni, mert akkor általában a finiseket a Rossmannba ilyen 40% árengedménnyel árulják. Na, következő, ami még ilyen vegyi cucc, elfogyott 2 darab DMS, denkmitás törlőkendő. Ezt általában ilyen felületeket letörölgetni, mit tudom én, ajtót, meg itt a polcokat, meg mit tudom én, mikor, mire használjuk. Vagy fürdőszobába is, ott a kagylónál jó törölgetni. Mikor, mire használom. Szeretem, kellemes illatuk van, nem tucsognak a folyadékba, de kellőképpen nedvesek, úgyhogy szeretem. Szeretem. Akkor szintén törlőkendő, ez Domestos, ugye ez antibakteriális, a többi az nem kimondottan, az csak egy ilyen felülettisztító. Ez, ami tényleg antibakteriális, viszont nagyon-nagyon drága. Most egy másikat használok, ami viszonylag azért olcsóbb. Egyszer annyi van benne, vagy a dupla annyi van benne, és ugyanannyiba kerül, mint a Domestos. Ezt a WC-be szoktam tenni, mert a WC-t azt naponta többször át szoktam törölni ilyen higiéniai törlőkendővel, meg a kilincseket, meg ilyeneket, hogy hát fertőtlenítsünk. Akkor, ha már WC, egy, hát most sose tudom, hogy a Lidl-ben vagy az Aldi-ban kapható amúgy, nem tudom, talán a Lidl-ben, de nem vagyok benne biztos. Ez a nedves WC-papír. Nagyon szeretjük ezt a típusút, ez ugye van ebbe a zöldben, meg van kékbe, mind a kettővel teljesen, totálisan meg vagyunk elégedve. Következő, ami még higiénia, az elfogyott egy ilyen Avonos kézfertőtlenítő spray. Ez ugye antibakteriális, ez csak fújni kell, és ilyen permetet szór ki, és egy átdörzsölve a kezed, és akkor kész. Higiéniai le van. Mi az fertőtlenítve? Ha már kéz, akkor elfogyott egy pár darab kézkrém. Ez az Avon Care, ez a szilikonos, ugye? Igen, ez a szilikonos és glicerines kézkrém. Ezt inkább estére javaslom, mert elég vastag, és nem szívódik be rögtön. Úgyhogy ez ilyen tápláló inkább éjszakára, aztán majd lesz ideje reggelig beszívódni. Ez egy könnyedebb variáció, ez banános volt, ezt a férjem használta. Aha, ilyen jó kis édes illata van, ezt ő használta el. Aztán ez a nyaralóba volt, ez a Avon keres, ez is rózsavíz van benne, meg sejavaj, ennek is nagyon kellemes illata van. Igen, a rózsát nagyon ki lehet benne érezni. Aztán, ami még elfogyott kézkrém, ezt gyógyszertárba vettem, mert nekem nagyon vacak a kezem. Rettentő. És már ott tartottam, hogy nekem nem elég a sima avonos krémek, hiába akármilyen adalékanyagot vagy hatóanyagot tartalmaz, nem tűnt, nem bizonyult hatékonynak. És
akkor elmentem a gyógyszert, és mondtam, hogy adjon már valami olyat, ami jó a kezemre, ami olyan igazán nagyon jól táplálja. Használt is egy darabig, meg használtam is egy darabig, de aztán úgy alább csökkent a lelkesedésem, meg már ugye úgy el is fogyott, és azóta megint nagyon vacak a kezem, tehát rettentő mód ki van száradva, mondjuk biztos nem látjátok a videóban, de ilyen fehérek így egész így az ujjaim közt, itt is rendesen ilyen recés, úgyhogy ilyenkor már, hogyha most még jön rá egy jó kis hideg, és mondjuk nem vennék fel kesztyűt, akkor így fogná, és akkor ilyen kis darabokba így beszakadna, és vérezne. Úgyhogy ilyen kis fintiségek szoktak lenni vele. Úgyhogy végül is azt kell, hogy mondjam, hogy jó volt ez a kézkrém, de többet kéne ápolni a kezemet. Én napközben nem szeretek kézkrémezni, nagyon nem, csak akkor, ha tudom, hogy abszolút nem nyúlok élelmiszerhez, ami nálam, meg kell, hogy mondjam, hogy egy fél óra nem telik el, úgyhogy ne nyúljak élelmiszerhez, mert vagy mosogatok, vagy bepakolom az edényeket, vagy valamit pakolok a hűtő körül, vagy a gyereknek készítek, bontok, vagy én eszek, vagy az enyémet készítem. Tehát én állandóan a konyhában vagyok, szinte ott élem az életem. És borzasztóan tud idegesíteni, hogyha kézkrémes a kezem, és én úgy ételhez kizárt, hogy hozzányúlok, de nem. Csak akkor, hogyha tudom, hogy már még este van, és most már mondjuk mindenki megkajált, és most már nem nyúlok semmihez, akkor bekenem. Vagy ha mondjuk elmegyek itthonról, és akkor tudom, hogy egy jó fél óráig, vagy egy óráig biztos nem fog hozzányúlni élelmiszerhez, akkor bekenhem, de azt meg általában elfelejtem, úgyhogy na, szó, sok a duma. A lényeg az, hogy elhanyagolom ezt a területet elég rendesen, és meg is van az eredménye, mert nagyon csúnya a kezem, tisztára repedezett, na, mindegy. Akkor kéz, akkor még a test. Elhasználtam egy ilyen bikkes borotvát. Nincs ráírva amúgy, de hülye vagyok. De rajta van bikk. Bikkes borotvát. Nagyon szerettem a zöld változatot, aminek zöld a nyele. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez erősebb. Jobb. Úgyhogy most majd ezeket fogom venni, vagy ezt fogom venni, ezt a színűt, ezt a változatot, mert nagyon jó kis éles, nagyon jó kis borotva. Akkor még azt mondja, hogy melyik kategóriát megyek az arcra, jó? Arc, akkor először mutatok egy fogkrémet, mondjuk a száj, de az arcunkon van, vagy benne, vagy hogy mondjam. Szóval egy Blendamed 3D White Lux Perfection, na, a többit ezt nem tudom elolvasni. És ezt már mutattam nektek, azt hiszem, a múltkor is, hogy ebben ilyen fekete cucc van. Olyan. Hát, mert hogy ilyen szén van benne, vagy nyavaja. Nekem ez úgy gondolom, hogy jó volt, amúgy. Már azt hiszem, hogy ez a második tubus, amit elhasználtam. Olyan, mint egy icipicit, ha nem is azt mondom, hogy nagyon, de mint egy icipicit fehérítette volna a fogam, aminek nagyon örülök, úgyhogy most nem ilyet használok, most egy másik típusút, de fogok még ilyet venni, meg tudom ajánlani. Jó, akkor arc, következő, arc tisztító, elfogyott ez az Avon Oxy Pure habos mattító arc tisztító. Isten császár, nagyon-nagyon brutálisan jó, és most nem az Avonos beszél belőlem, hanem komolyan mondom, hogy nagyon jó. Reggel, amikor fölkeltem, akkor ezzel, ez habot nyom, ugye habot lehet vele pumpálni, ezzel lemostam át, mostam az arcom, és akkor utána csináltam bármi mást vele. Ez volt a reggeli arcápolásom, és nagyon szerettem, mert valóban mattít, és nagyon jó. És amikor lemosod vízzel ezt a habot, jól át, a habbal jól átdörzsöltem az arcom, és akkor lemostam ezt a habot, akkor valóban azt éreztem, hogy ilyen teljesen matt, zsírtalan, tiszta az arcbőröm, és azt tudjátok, hogy milyen jó érzés. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon tudom ajánlani, tök olcsó is egyébként, meg tényleg nagyon jó, meg sokáig tart. Arcápolás. A következő, ami elfogyott, az egy önnyú, C-vitaminos, ragyogást fokozó tonik, glikolsavat tartalmaz, igen, ezt a pör pH-jának visszaállítására használtam, isteni finom illata van, nagyon-nagyon finom,
kellemes savanykás, citromos, narancsos, én citrusos illata van. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem ezt az önnyú terméket. Nagyon-nagyon, és ezt is tudom nektek ajánlani, mert tényleg nagyon jó. Arcápolás. Ami még elfogyott nekem, ez az önnyú Hydra Advance arckrém, amit én a nyaralóba levittem, mert már akkor félig volt, mikor levittem a szezont, amikor kezdtük tavasztal, és itthon befogtam egy másikat, úgyhogy de ezt már nem lehet kapni egyébként. Amit most használok, az körülbelül ennek a semmit azt mondom, hogy az utódja, mert azért ez vastagabb krém. Ezt inkább éjszakára használtam egyébként. Nyáron nem is nagyon sokat arckrémezek. Keveset, ha használok is arckrémet, akkor is valami vizes bázisút, vagy valami gélállagút szeretek nyáron. Ez pedig eléggé krémes, amint látjátok is, eléggé sűrű vastag krém. Éjszakára kentem fel mindig, de ezt már nem lehet kapni, viszont amit most használok, a Hydra Provita D-t, azt viszont lehet kapni, és az nagyon jó vízhiányos bőrre, mert nekem zsíros, kombinált vízhiányos a bőröm, tehát ragyog, mint a salamontöke, sokszor a zsírtól, a fagyú, sok a fagyú termelődés, viszont annak ellenére tud ilyen repedezett, meg száraz lenni, meg ilyen hámlós, úgyhogy eléggé egy gatya, egy bőröm van. A következő, ami még, hát, hogy azt mondjam, hogy elfogyott, még nem teljesen fogyott, még egy icivici-piciri van benne. Ezt is szerettem egyébként, ez egy Avon True, nutrás, kimondottan érzékeny bőrűeknek ajánlott BB krém, ami szintén mattító, ez a light változat, tehát a világosabb, ami nekem nem világos egyébként, nekem tök jó az arcbőrömre. Hát most így, ezt jól össze van itt kenve, mert ez szerintem nem tudom ezzel mi történt, ez most nagyon kinyomódott ide valahogy. Most tökre össze van itt kenve, nem így szoktam használni eskü. De hogy ez így elég sötétnek néz ki amúgy, viszont nem az. És valóban egész jó kis termék, mert igen, mattító, nem ragyog úgy tőle az arcom, és szeretem, könnyű felvinni, van egy csomó BB krém, nem tudom hány, vagy van, vagy 3-4 féle itthon, úgyhogy szerettem egyébként. Még van benne egy icili-picili, de gondoltam, megmutatom, hogy már majdnem elhasználtam. Akkor, ha arc, akkor egy kicsit fentebb megyünk ide a koponyánkra, ide a hajunk. Ami elfogyott, az egy ilyen nagy kiszerelésű Avon Techniques Anti-Dandruff korpásodás elleni sampon, amit én most van november 30-a, és tavaly szeptemberben vagy októberben vettem. Egy éve. Na, aki nézi az elfogytak videókat, a múltkoriban említettem, azt hiszem, hogy én sampont úgy szoktam használni, nem úgy, hogy van egy, hanem van vagy három. Tehát én van egy, ami ilyen, kicsit ilyen, olcsóbb verzió, amivel így lemosom a koszt, lemosom a nagyját a szennyeződésnek, a nagyját a zsírnak a hajamról, hát na most na, de így van, tehát zsíros az embernek a haja. Utána jön egy olyan, ami mondjuk, mint ez, hogy egy korpásodás elleni, de már ha másodjára mosok, ugye akkor már sokkal a kevesebb sampon kell a második hajmosásnál. Aztán harmadjára pedig egy táplálóbbat, egy olyat, amit, hogy mondjam, szeretném hatását jobban kifejteni, vagy összekeverem a kettőt, olyat is csináltam már, nyújtsa fel a kezét, aki szintén. És azt egy kicsit rajta hagyom a hajon, és akkor utána jön egy balzsam. Tehát én általában kétszer, de sokszor, inkább háromszor szoktam kimosni a hajam, plusz balzsamozni, vagy pakolást, vagy bármit. Úgyhogy azért tartott valószínűleg ilyen sokáig, amúgy tényleg jó, mert a korpásodásra nagyon jó. Nekem is hajlamos volt a korpásodásra a hajam, itt hátul, meg itt elől, itt körbe, úgyhogy, hát meg amúgy így imittam ott, mikor hol jött elő, de hogy azóta nem igazán jellemző. Nem igazán jellemző, mióta ezt használom. Most elfogyott, most nincs ilyen. Na most kíváncsi leszek, hogy most, hogyha nem használom, akkor esetleg lesz-e valami problémám, mert ha igen, akkor vissza kell ugyanúgy vásárolnom belőle. De most másokat próbálgatok. Jó, hajápolás. A következő. Ami elfogyott, az Elsevnek a Dream Long samponja, és a hozzátartozó hajpakolása.
szerettem. Először az illatát nagyon nem szerettem. Azt a... Ez valahol kirepült belőle valami darab. Először az illatát nagyon nem szerettem. Nézd meg, hogy csapkodok. Nagyon nem szerettem, mert nekem olyan illata volt először, nem esettek ki, mintha meg lenne romolva. És nem tudtam ettől elvonatkoztatni, és akárhányszor mostam vele a fejem, vagy négyszer-ötször így az elején, mindig az, hogy mondom, úristennek, olyan büdös szaga van, olyan büdös szaga van. Aztán megszoktam. Utána már nem idegesített. Viszont ez, ennek valamiért kicsit másabbnak tűnik az illata, tehát a pakolását, abban még van egy icipici a zsarkába. Tehát a pakolását azt viszont nagyon-nagyon szerettem, de lemosom a hajamról, és nem érzem azt, hogy sejmesebb volna tőle a hajam, nem érzem azt, hogy ápolná, táplálná, valahogy adna valamit a hajamhoz. Annyi, hogy hamarabb zsírosodik a hajam. Úgyhogy alapvetően nem rossz, viszont én még nem nagyon találtam olyan barzsamot, amitől az én vékony szálú hajam ne lenne zsíros másnapra. Úgyhogy majd még kutatok. Következő, amit szintén elhasználtam, ezt általában kétszerre szoktam, ez az Advanced Technics-től egy ilyen kókuszos, argánolajos pakolás, szintén egy ilyen ampulla, egy nagyon intenzív ampulla, kétszerre szoktam elhasználni, úgyhogy általában a pakolásomba belekeverem, és ettől viszont szoktam érezni, hogy sejmesebb, simább, szaladósabb a hajam. Úgymond. Akkor, következő és utolsó egyben hajápoló termékem, vagy hajhoz kapcsolódó termékem, ez a Syosnek az Oleo Intense Permanent Oil Color, no ammonia, ammoniamentes, és ez az aranybarna árnyalat. Hát kérlek szépen, ez ami az én fejemen most rajta van, mert ma van kett, Igen. Kedd és szombaton este festettem, úgyhogy hát ilyen színű. Én picit talán világosabbnak látom, mint az avonosat, de most az avonnál elég drága volt a hajfesték, tök őszintén megmondom, ezért nem ott vettem. Majd most fognak rajta valamit változtatni, mert mindegyik kifutó termék a katalógusban, úgyhogy valószínűleg, hogy vagy összetételben, vagy kivitelben, dobozátek, megjelenésben, vagy bárhogy, majd fog valami változni. Ezért most nem volt akciós, és nem volt most olyan jó árban, úgyhogy bementem a 100-as boltba. Hát mondom, nézzünk már valami hajfestéket, illetve nem is kimondottan hajfestéket akartam nézni, csak rápillantottam egy nagy szájaszos állványra, illetve egy olyan polc, amit tele volt szájasz termékekkel, és akkor rá volt ugye írva, hogy no ammónia, és rögtön begolyózott tőle szemem, hogy ammónia mentes, mondom, az tök jó, azért az gondolom kevésbé roncsolja a hajat, ami nekem nem is nagyon ártana, ha nem roncsolná, úgyhogy... Nézegettem ott kettő szint is, nem tudom másiknak mi volt a neve, ez aranybarna, úgyhogy emellett döntöttem, azt hiszem, hogy 1290 volt, de nem akarok hazudni, ami szerintem nem volt érte drága egyébként, mert szájössz. Úgyhogy ez van most a fejemen, hogy majd legközelebb mi lesz, jó Isten se tudja, majd meglátjuk. Na, testápolás a következő kategória, ez egy kicsit össze van törve ez az üveg, mert úgy szedtem ki a kukából, ugyanis ez elfogyott Krisznek, és akkor összegyűrték a fiúk, de én megpróbáltam egy kicsit kiegyengetni, hogy meg tudjam nektek mutatni. Ziaja, ez a márkája neki, és kólás, és gyerekek, Pepsi-kóla illata van. Isteni, meg tudnád inni. Nagyon szeretem. Magát az illatát, meg egyébként a kólát is nagyon szeretem, csak nem fogok inni. Hogyha van gyermeketek, meg szereti a kólát, akkor szerintem érdemes egyszer kipróbálni. Körülbelül 1000 forint szokott lenni egyébként ez a Ziaja. Azt hiszem, hogy az Oceanbe is lehet kapni, de én nem tudom, hol vettem. Fogalmam sincs. De egy hol videóban biztos, hogy benne volt, egy unboxing van, de hogy melyik helyről rendeltem, azt már nem tudom. Lehet, hogy DM vagy Rossmann,
Nem tudom. Nem tudom, de nagyon jó egyébként. A gyerekek nagyon szeretik. Következő, amit szintén nagyon szeret Krisztián, ez az Avonnak a Natural Kicses levendulás tusfürdője. Erről már nagyon sokat beszéltem. Isteni finom illata van, nagyon szeretjük. Krisznek is ez a kedvence. Ami még nagy kedvence Krisztiánnak, az a gingerbread. Az újdonság, az októberi újdonságunk, vagy lehetok? Nem, novemberi. Igen. Novemberi, hát ez meg kell halni, hát nem. Ahol. De mindjárt leállítom a kamerát, vagy 5 percre, hogy szipózzak. Á, kegyetlen jó illata van. De ezt nem Krisz használta el, hanem én használtam. Ezt a gingerbread, mi a fenét, tusfürdőt. Nagyon, nagyon szerettem az illatát. Meg a folyékony szappanja is nagyon jó egyébként, mert tök jó tartós a kézen, lehet érezni utána. Ezt a férjem használta el, ez egy Avon Care Men sampon, kondicionáló és tusfürdő egyben. A férfiaknak mindent lehet egy helyre, egyszerre mindent hova kenni, fújni, habozni, mosni mindent. De jó nekik, az ekkora hajukat azért tök jó, nem? Már akinek akkora, tudom, van, akinek hosszabb. De hogy tök jó illata van, meg is szagolom. Aha, olyan jó kis férfias illatuk van amúgy ezeknek, olyan friss, olyan, na, jó, na. Következő, most már eljövök. Testápolás, Encanto, hát hogy látjátok jobban, nem tudom, igen, itt van Encanto, Charming, igen, vagy Charming, nem tudom. Jaj, hát ennek nagyon baba illata van, jaj, nagyon jó. Nagyon kellemes. Blackberry és mask. Mi az a mask, gyerekek? Most én ezt nem tudom. Mask. Musk, úgy van leírva. Nem tudom, hogy ez most mi. Blackberry. Az fekete ribizli. Talán. Nagyon kellemes, nagyon szeretem. Ugye az Encanto termékek az Avonnál. Ezeket francia parfümőrök tervezték. Ezért mindegyiknek ilyen kellemes, intenzív parfümös illatuk van. Következő, ami még test, én elhasználtam egy ilyen grapefruitos Avon Naturals Body Care test radírt. Szeretem, de nem ő a kedvenc, tudjátok, a Planet Spa a kedvenc. Most is használok naturálszosat, most a kókuszosat. Hú, eszembe jutott. A kókuszosat használom, abban hát talán majd el is fogy. Úgyhogy nagyon szeretem a testradírt, mert valóban nagyon hatásos és nagyon hatékony, mert teljesen sokkal másabb a bőröm. Mióta bőrradírozok, testradírozok rendszeresen. Hetente, kétszer, háromszor, négyszer, mikor hányszor jut eszembe. És a legutolsó, ha szétnézek, azt hiszem a legutolsó termék, az pedig egy testápoló. Ez az ívnek az Embrance. Na, hogy a fenébe fogjátok már látni sehogy. Egyébként nagyon nehezen látható, igen. Eve Embrance, a viszonylag új parfümje az Eve családnak. Annak egy ilyen bazsarózsás illatú testápolója, illetve parfümnek a parfümös testápolója. Ezt is elhasználtam. Nem volt a kedvencem. Parfümbe jobban tetszett magába, mint így testápolónak, de együtt ugye parfümmel az úgy jó, kombó, meg nem volt rossz. Tehát alapvetően egy jó illat, annyi, hogy én nem vagyok az a virágos. Inkább én az édeskés fűszeresebb illatokat szeretem, de teljesen jó kompozíció, meg el is használtam, mert egyébként tetszett, úgyhogy el voltam vele. Na, csajok, lányok, asszonyok, kész. Finito. Ennyi volt a mi? Mi? Elfogytak videóm. Most van november 30-dik, ezek voltak a novemberi termékek. Aztán körülbelül egy hónap múlva ugyanúgy, ugyanilyen elfogytak videóval remélem, hogy találkozunk. Puszi nektek, sziasztok!